Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal mondom, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Nos, ha Katalin kopog, karácsony locsog. Szent Erzsébet napja tél erejét szabja. Aztán minden szentek és halottak napja, vagyis jeles napok, népszokások Szent András havában, novemberben is. Amikor is őszbe csavarodott a természet feje, dérré vált a harmat, hullafák levele, ahogy Arany János írta. Vendégünk a stúdióban a Hatos csatorna állandó szakértője, Tátrai Zsuzsa néprajztudós. Aztán lehet kalandot választani. Ki Évát, ki Ádámot, ki Lucifert kíséri az álomutazáson. Az ember tragédiája gyerekeknek és felnőtteknek. Bemutató a Budapesti Kolibri Színházban. Az interaktív történetmesélésről beszélgetünk Novák János rendezővel, a teátrum igazgatójával, majd pedig Miss Daisy sofőrje. A több Golden Globe és Oscar díjas film színdarab változata a Veresegyház Színházban. Itt lesz Miss Daisy, azaz Egri Márta, Jászai Mari díjas színművésznő. Kezdünk! Azt hiszem, Zsuzsa, hogy nagyon-nagyon sok jeles napról tudnánk beszélni novemberben, mert nagyon-nagyon sok minden történik ebben a hónapban, ami nagyon gyorsan eljött itt október végén már, de talán minden bele se fér, mert tényleg olyannyira gazdag ez a hónap, Szent András hava, ugye, hogy hát csak győzzük elsorolni. Minden esetre én azt hiszem, hogy a hónap elejét azt mindenféleképpen mondani kell, minden szentek, illetőleg a halottak napját, mert nagyon sokan ezt összekeverik, ugye? Minden szentek napja katolikus ünnep, és azokról a szentekről szól, akikről név szerint nem emlékszik, nem tudnak már megemlékezni, és nem fértek bele a naptárba. Uh-huh. Halottak napja pedig a halottakról. Na most mind a két nap tulajdonképpen egymásba folyik lényegében, igen, és az elmúlt két évszázadban az előestéje lett, halottak napja előestéjévé vált minden szentek uh-huh. napja. És a hagyomány szerint, a néphagyományban úgy gondolták, hogy ilyenkor hazalátogatnak a halottak, és ezért uh-huh. számukra ételeket tettek ki, vizet, igen, kenyeret, uh-huh. meg világítottak is, gyertyát, hogyha hazajönnek, akkor körül tudjanak nézni. Uh-huh. De ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy az ember nagyon furcsa lény, mert tulajdonképpen szeretné viszont látni a halottait, de szeretné őket távol tartani. Uh-huh. És ennek következtében évszázadokon keresztül az volt a szokás, hogy a temető kapujában lévő koldusokat, szegényeket megvendégelték, uh-huh. vittek nekik, Szegeden ezt minden szentek kalácsának is nevezték, vittek kalácsot, kenyeret, azt osztogatták a szegényeknek, uh-huh. hogy imádkozzanak a család halottaiért, és a halottak ne jöjjenek ki a temetőből. Uh-huh. Hát egyébként világszerte mindig ekkor emlékeznek meg a halottakról, és tényleg nagyon sokféle szokás van mindenfelé, és ezt most csak azért hozom szóba, hogy mindenfelé, mert olvastam, hogy például minden szentek, illetve halottak, hogy Portugáliában, Spanyolországban és Mexikóban szokás, hogy ezen a napon felajánlásokat tesznek. Hát úgy, mint nálunk esetleg új év előtt, és Spanyolországban meg ezen a napon hagyományosan előadják a Don Juan Tenorio című darabot, szóval tényleg ahány ház és ahány ország annyiféle. És a halottakkal való kapcsolat is más mm. és más. Ugye mostanában sokat beszélünk a Halloweenről, ami ugye a 31-én van, az is tulajdonképpen a halottakkal kapcsolatos mm. dolog, hiszen arról szól, legalábbis a hagyomány szerint, hogy ilyenkor visszatérnek az előző évben elhaltak mm. lelkei, és keresnek valakiben helyet, igen, és azért öltöztek mindenféle különleges öltözetbe, hogy ne találjanak rájuk. Mm. És tehát már milyen régen, mert hát az ókori Rómában is ott voltak ezek a bizonyos Ferália nevű ünnepségek, és azért hangsúlyozom, hogy ünnepség, mert hát mondjuk nálunk egy minden szentek vagy halottak nava nem éppen ünnepség, hanem tényleg ott meg azóta él, és de, onnan ered ez de az egész. Tulajdonképpen az élők és a holtak összetartozásáról uh-huh. szól, és nem csak ez a két nap volt jellemző a halottakról uh-huh. való megemlékezésről, hanem
karácsonykor, húsvétkor is. Hát gondoljunk arra, hát manapság is karácsonykor kiszoktunk menni a temetőbe. És nem csak első és második a november, hanem van, ahol például október 31-e van, ahol bizonyos halotti vasárnapok vannak. Hát meg szóval... tavaszi. Ugye a görög keletieknél, a görög katolikusoknál a halottak húsvétjának nevezik, vagy a pünkösd utáni időszakban emlékeznek meg a halottakról. Tehát ez eléggé eltérő. A különös számomra az, hogy ez a hónap, ez ugye a kisfarsang ideje. Igen. Ami a vidámságnak, a jókednek az ideje lenne. És ebben a hónapban van Márton is. Ahol Szent nagyon Márton. Jól tudjuk, hogy Szent Márton a bírája a bornak, ugye? A jó, igen, jó, az új bor, az új bornak ő a bírája. Hogy aki, aki Márton akkor libát nem eszik, az egész éven át éhezik. 11-e. Ez 11-e. Igen, igen. Hát és tehát azt is mondják, is hogy őszi zárónap. És ilyenkor szokták a sertéspásztorok, vagy hogy mi a disznópásztorok, mentek házról házra, Vasmegyében még én is gyűjtöttem ezt a hagyományt, és vittek vesszőket a gazdáknak, akik megszámolták, hogy hány ága van, és abból következtettek arra, hogy hány malac lesz majd. És ez a Márton nap a vidámságról szól, az evésről, hát ivásról, meg a jóslásról, arról, hogy milyen idő lesz majd karácsonykor, mert nem csak Katalin napkor, hanem Márton napkor is jósoltak arra, hogy karácsonykor milyen idő lesz. Szokták mondani, és nem ijeszgetésképpen mondom, hogy Márton fehér lovon jön. Tehát Márton napkor már elkezdődhet a havazás. De ha már a havazást említed, akkor ugye itt van a mondás, ugye, hogyha Katalin kopog, karácsony locsog, és aztán ott van Erzsébet is, a másik, oddan is mindenhonnan van valami, és a havazásra jut eszembe, hogyha megrázza a Dunháját, vagy a Pendejét, így akkor van. Hú, a hó. Akkor azt jelenti, hogy húlik a hó. És ugye itt van ez a két remek női szent, Erzsébet is és Katalin is, igen, akikhez szintén nagyon sok hagyomány kapcsolódott, és főként az, hogy nagyon gyakori női nevek voltak. Igen, igen. Hát manapság nagyon kevés kislányt keresztelnek Erzsébetnek vagy Katalinnak, igen, legalábbis a környezetemben nem nagyon hallom. De még a hóról jutott eszembe, hogy Szent Erzsébet napja tél erejét, azt mutatja meg, hogy szabja. Mert akkor ebből is kiderül, hogy akkor már jöhetne a hó, és attól függetlenül, igen, hogy megrázza azt a pendejét. Azt szokták mondani, hogy Erzsébet Katalin havat szokott hozni, a bitang marhákat jászolhoz kötözni. Tehát ez megint az utolsó időszak még, amikor figyelmeztettek arra, hogy most már az állatokat nem lehet kint tartani. Meg abba hagyni a vetést, meg mindent, mert hideg van, de a hidegről az jut eszembe, hogy ezt direkt megnéztem, mert ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy november, a november a 9 szóból, mert abból 9. hónap volt a Rómában, de hogy a 18. században a nyelvújítók, mert ugye azok nagyon sok mindent kitaláltak, úgy hívták, hogy gémberes novembert, hát nyilván a hidegre való tekintettel. Igen, ez biztos, hogy azért ez általában, és mi is érezzük, hogy egyre hidegebbek. Persze, a reggelek, az éjszakák már fagyosak. Bizony. Tehát még hogyha süt is a nap, és napközben fölmelegszik, azért ez már nem de az azért, az idő. Azért az az igazság, hogy Szent András hava, és Szent Andrásról talán csak egyetlen egy mondatot kérek tisztelettel, hogy a 12 tanítvány egyike. Így van, és András nap az egyik legismertebb házasságjósló, szerelemvarázsló nap. Ugye Katalin napkor a fiúk jósolhattak, régen legalábbis megpróbálták, és női ruhaneműt kellett a párnájuk alá tenni, hogy megálmodják, hogy ki lesz a jövendő belőlük. András napkor pedig a lányok férfi ruhaneműt tesznek a párnájuk alá, hogy megálmodják, hogy ki lesz a jövendő belül. Ez most azt jelenti, hogy alsón a drágokat? Hát igen, de mindenféleképpen bőtölni kellett, igen, és maguk mellé cipót kellett sütni, maguk mellé tettek egy pohár vizet, de meg jó, a cipót, a felét megették, a víznek a felét megitták, és abban reménykedtek, hogy éjszaka megjelenik álmukba a jövendőbeli, és megissza a víznek a na most a vízről jut eszembe, az is szokásban volt, legalábbis úgy emlékszem, hogy Katalin napkor zöldágat tettek a vízbe. Így van. És miért? Hát ez is ugye a házasságjóslásra vonatkozott, hogyha Katalinkor gyümölcságat tesznek vízbe, és az karácsonyra kizöldül, akkor a lánynak a közeli férhez menetelét fogja jelenteni. De mindenkit meg szoktam nyugtatni, hogyha elfelejtkezne róla, ott van még Luca nap, mert Lucakor Luca ágnak hívják, és ugyanezt meg lehet tenni, és ugyanúgy karácsonyig várják, hogy kizöldüljön. Igen. És András napkor rengeteg ilyen
férjósló babona volt, megrázták az ereszalját, hát ezt ma nem nagyon lehet megcsinálni. Hát nem. És hogyha ha búzamak hullott a lánynak a kötényébe, azt jelentette, hogy jómódú legény lesz majd a férje. Igen. Hogyha rozsmag az szegényt, ha pedig ne adj Isten pont ró, akkor az azt jelentette, hogy megesett lány lesz belőle. Igen. Egyébként a Szent Andrásról, hát ugye mondtuk, hogy a 12 tanítvány egyike, de hát mint oly sokszor és oly sok más is, hát ő is vértanú volt. Így van, és András kereszten szenvedett vértanú halált, az egy ilyen x-alakban ácsolt keresztet jelent tulajdonképpen. De hogy András nap körüli idő az adventi időszak kezdete. Na hát és akkor már is itt vagyunk. Már is itt vagyunk a karácsonyi ünnepkörben, az egyházi év kezdeténél, ugye, mert az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik, és azért is mondom, mert elő kell készíteni az adventi koszorút, mert hát, már 28-án van advent első vasárnapja. Tehát november 28-án advent első vasárnapja. Hát ha már mondod a 28-at, ugye András, akkor az meg 30-a. Így van, tehát az András nap körüli időben van mindig advent kezdete, de most egy kicsit előbbre. Egy kicsit előbb, és a hidegről, én ezt direkt megnéztem, mert hát szeretem a verseket, azt mondja, hogy őzve csavarodott a természet feje, dérré vált a halmat, hullafák levele, rövidebb lesz a napnak útja, és hosszúkat alszik rá, mielőtt megfutja, írta Arany János. De szóval olyan gyönyörűen meg tudják fogalmazni az író költők és ezeket a dolgokat, hogy komolyan mondom, öröm olvasni. Na de még egy, hogy arról jutott eszembe, hogy szoktak rendezni külföldön, most nem viccelek, volt, és nyertek is a magyarok, szarvasbőgő fesztivált, és a szarvasbőgést utánozzák, te a porszívó csőtől kezdve mindennel, és van egy magyar úr, aki ezt megnyerte külföldön, és ez azért jutott eszembe, mert ezt a vadászati világkiállítás, meg a vadászok ünnepén szokták megrendezni, és november 3-a meg Hubertus, Szent Hubertus napja, és aki ugyebár a vadászoknak az ünnepe, meg a védőszentje a Hubertus. Hát, és van akinek pedig a Hubertus az a kevert ital jut eszébe. Igen, hát már a vadászat után nagy bulikat csaptak, úgyhogy ez mindenféleképpen. Egyébként november hónapban kezdődtek el, ugye András nap körül időben a disznótorok, a disznóölések, és régen a fonó ilyenkor kezdődött, meg a tolfosztó is. Tehát a társas munkák, azok a munkák, amit közösen lehetett végezni. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy nagyon fontosak voltak az emberek számára, a másik ember, a társaság. Igen. Az, hogy együtt dolgozzanak, együtt szórakozzanak is, és ez a hónap rendkívül sok alkalmat ad erre. Mert tulajdonképpen a Mindenszentek Halottak napja is arról szól, hogy fölkeressük a rokonokat, igen, a rokonok sírját, ezzel együtt találkozunk a család esetleg kevésbé gyakran látott tagjaival is, és ez valahogy akkor jönnek ezek a különböző társas alkalmak, a disznótorok, ezek megint csak arról szólnak, hogy az együttlétről, hiszen több idő is van ilyenkor, ahogy a tél megérkezik lassanként. Több lehetőség van arra, hogy találkozunk. Hát akkor ez volt a közösségi tér, meg a közösség és a beszélgetés. Hát manapság már legfeljebb a hagyományőrzők csinálják. Hát most másfajta közösségi összejövetelek vannak, csak nem annyira beszélgetnek egymással az emberek. De az emberek mégiscsak vágynak arra, hát hogy közösségben legyenek, meg hogy találkozhassanak egymással. Egyébként én azért is mondtam az előbb az Arany János verséből a részletet, mert egy másik, hát ugye mondjuk kevésbé ismert szerző, Gárdonyi Géza, ő pedig azt írta, hogy ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok, az a halott a koporsóban nem én vagyok. Csak hamu az, elomló televény, a láng eltűnt, a láng, az voltam én. Ez most azért is örülök, hogy ezt megtaláltam, mert említetted, hogy az élők és a holtaknak, vagy a halottaknak a megmaradó kapcsolata. És nagyon fontos az, hogy nem a kesergésről szóljanak ezek a megemlékezések, hanem arról, hogy mit adtak nekünk azok, akik már nincsenek velünk. Igen. És ez nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen folytatói vagyunk valakiknek, akikre sok esetben nagyon is büszkék vagyunk, és sokat gondolunk rájuk. Igen. És ilyenkor az a jó, amikor föl lehet idézni
azokat a vonásait a hozzátartozóinknak, amiket szerettünk bennük, amik összekötnek máig velük. És vannak ilyen mindenféle ostoba mondások, hogy halottakról vagy jót, vagy semmit, szóval én ezeket nem szeretem, mert ilyen nincs, igenis. Nagyon sokan azt mondják, igenis, álmukban vagy akár, hogy beszélgetnek halottaikkal, mert miért nem? Meg azt is mondom nagyon sokszor, és ezt minden évben elismétlem, hogy addig becsüljük meg a körülöttünk lévőket, amíg élnek. Igen, igen. Mert ez is nagyon lényeges dolog, mert nagyon sokan azért, hát én senkit nem akarok ezzel vádolni, de nyilván vannak, akiknek erős lelkiismeret furdalásuk van, hogy életükben nem beszéltek annyit velük, és nem törődtek velük. Aztán utána és meg aztán már meg már, igen. Egyébként hiszen. Jó is, hogy arra jutott eszembe, mondtad a Halloween-t, hogy, és erre nem először beszélgetünk, hogy ugye mindig mondták, de Valentin napkor arra is mondták, hogy mert ide begyűrűznek az amerikai, meg nem tudom milyen olyan szokások, de, és abban egyetértettünk, ha jól emlékszem, hogy igen, hát begyűrűzik, igenis, az is egy közösségi megmozdulás. És már 20 éve, és egyre inkább arról szól, hogy közösségeket teremt, uh-huh. és hoz össze. És amikor azt a töklámpást faragják, arra is lehet gondolni, hogy a Sóvidéken máig, ilyenkor Minden Szentek Halottak napján töklámpást visznek a temetőbe. Igen. Vagy Luca napkor töklámpást készítettek egymás uh-huh. ijesztgetésére. Mert ahogy rövidülnek a nappalok, egyre hosszabb a sötétség, az Igen. ember fél a sötétben. Meg hát örül annak, hogyha a másikat megijesztheti. Igen. Hát azért is kezdtem én azzal, hogy nagyon sok minden van ebben a hónapban, de hát tulajdonképpen minden hónapban szerencsére azért megvannak azok a napok, meg hiedelmek, meg népszokások, amik még élnek. De, és ezt nagyon köszönöm mindenki nevében, hogy említetted, hogy advent, mert nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy már november végén itt vagyunk, és készülődünk a karácsonyra. Így van, és most már tulajdonképpen lassanként áldott ünnepeket is kívánhatunk ezáltal. Igen, de most teljes mértékben egymás szeretetét, és nem csak az elüzleti esedett világot nézve, de hát ez most már... Ilyen ez a század, hát vele jár, és kész. És az élőknek és a holtakkal való kapcsolatát. Igen. Az is nagyon fontos. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és ezt azért is mondom, mert én sem akarok senkit riogatni, de ilyenkor, amikor a gyertyagyújtás van, vagy éppen otthon is gyertyát gyújtanak, akkor sokkal több a tűzeset, aztán amikor elmennek a temetőbe, akkor is vigyázzanak a cuccaikra, erre mindenki felhívja a figyelmet. És még egy dolog, hogy nagyon sokan tömegközlekedéssel mennek, mert valahova beengedik az autót, van ahova nem, de most a legfrissebb jelentések szerint november 1-től a tömegközlekedési eszközökön, bocsánat, közösségi közlekedésben ismét kötelező a maszkviselés. Úgyhogy vigyázzanak magukra, és akkor fejezzük be vidáman ezt a novembert, és maradjunk abban, amit a Hubertus a vadászatok után mondtak, hogy vigadjunk. Hát igen, és még Katalin napkor bálozni lehet. Hát ez van. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Én is. Köszönöm szépen, direktor úr, hogy eljöttél, és egy pillanatig sem voltam zavarban, hogy most azt mondjam, hogy Kolibri Színház igazgató, vagy azt mondjam, hogy zeneszerző, vagy azt, hogy rendező, mert most egy szemében ilyen többszörösen is kötöttségű hős vagy, mert nemrégiben megszületett a bemutató Az ember tragédiája. Hangsúlyozom, a Kolibri Színházban 12 éven felülieknek, ami egyúttal azt is jelenti, hogy gyereknek, felnőttnek egyaránt jó. Na most azért soroltam én itt a munkákat, mert ugye a zenéjét szerezted és rendezted is a darabot. Na de, kinek, hogyan, mikor jutott eszébe, hogy 21. századi módon Madács ember tragédiáját Kolibri Színházba vigye? Én nagyon nehezen jutott eszembe bármilyen érdekes, mert családi örökség, és azoknak van egy ilyen mítosz, hogy az ember ahhoz nem nyúl hozzá, és nézi, hogy másoknak mit jelent, mert Madács kasztárja Bori volt, az édesanyámnak az őse, és hát együtt bújtatták a Habsburgok elől menekülő, hirtelen akartam mondani, Kossuth titkára. És a Kossuth titkárának egy köszönő levele volt a birtokunkban, ami ezt igazolja, hogy az ősünk őt bújtatta.
egyébként nem szorul igazolásra, legfőbb csak a mi szellemünkbe kell, hogy az életben maradjon, és az így sikerült. Ez így, és Bori, ha jól tudom, István, de... Lehetséges, lehetséges. Még egyszer mondom, hogy... Ha messze volt. Messze volt, igen. Na most én sajnos a darabot még nem láttam, de azt olvastam róla, hogy interaktív történet, digitális mesélés, szóval tényleg egy 21. századi megvalósítás, ez a mondhatom nyugodtan speciális előadás, de már közönségtől is hallhattok visszhangot, mert mondom, nemrégében volt a bemutató, de ez a fajta 21. századi megvalósítás hogy néz ki a gyakorlatban a színpadon? Hogy élvezhető, nézhető, és nem kell gondolkoznod ezeken, hogy ez most interaktív vagy nem interaktív, mert az előjáték az az előtérben van, aztán bemegyünk, aztán ott jönnek a történelmi képek, és megint az előjátékban van vége, hát ez amennyiben az interaktív, akkor persze igaz. Aztán, bocsánat, képek, tehát vetítés. És két színpadunk van, tehát a nézőtér hátam mögött is van egy színpad, és természetesen a színpadon is, és a hátam mögött lévő dolgokat videóval bevetítjük, tehát vannak benne technikai dolgok, de ezek mihelyt elkezdenek működni, nem olyan érdekesek, mert érdekes az, hogy jól elmesélhetővé válik a történet, semmi hozzáírás, semmi keretjáték, az eredeti madárszöveget olvassuk, és közben ezek a képek folyamatosan ott tartanak. És tulajdonképpen ebben van némi tapasztalatom, mikor megcsináltuk a János Vitézt is, hogy Isten ments hozzányúlni a szöveghez, de adni azokat a képeket, amit ma elvár valaki, egy fiatal, hogyha beül akár színházba, akár moziba, és ezek a képek, amennyiben erősítik a tartalmakat, segítik a megértést, akkor igenis szükségesek. Igen, és tulajdonképpen azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert hát Madách Imre filozófiája örökérvényű, hát ezzel én nem mondtam újat, de ezek szerint most ez a fajta előadás is, hogy úgy mondjam, még a fiataloknak is, mert a gimnazistáknak is kötelező, akkor vissza tudja tükrözni Madách filozófiáját. Hát mit tudom, én nem vagyok filozófus. De én egy nézhető előadást terveztem, és nagyon fontos volt számomra, hogy az eredeti szöveg ne legyen meghamisítva. A teljes Madách szöveget nem adta elő senki, hogy mikor hova teszi a hangsúlyt, és hogy csinál ebből egy színházi előadást. Nyilván több útja, módja van. Én ezt az utat választottam, de semmiképpen nem azzal, hogy meghamisítsa a Madáchot, hanem éppen ellenkezőleg, hogy közelebb vigyem egy újabb korosztályhoz. Most nagyon sokféle tragédia előadás született, ezt a nagyon jól tudod, vagy jobban, mint én, színházakban, mindenhol, televízióban is, és hát nem mondom azt, hogy ahány előadás annyiféle, bár majdnem, és olyannyira változott, ugye középpontban az úr, mert volt olyan, én is láttam gyerekkoromban, hogy még trónuson is ült, és akkor aztán eljutottunk odáig, hogy a tagadás szelleme, és akkor Lucifer, akkor ő is oda került, és emlékszem a televíziós feldolgozásra, amikor fehérben volt Lucifer, és valahogy ez a fajta megfogalmazás, mindjárt mondom, hogy miért jutott eszembe, mert ez a nem időutazás, ilyen álomutazás, ami nálatok van a Kolibriben, és olvastam róla, hogy lehet választani éppen ennek fejében, hogy van, aki Évát kíséri végig, van, aki Ádámot, van, aki Lucifert, tehát ez megmozgatja szerintem még a nézők fantáziáját is. Hát anélkül nem csináljunk színházat, hogyha nem jutunk a nézők fantáziához közelebb. Amiket én szintén adásból az előadásra adaptáltam, például az, hogy Ádám, a Madách szerint Ádám folyamatosan öregszik. Tehát szinte csak róla ír, az Éva nem öregszik, hát Lucifer eleve nem öregszik. Igen. És az, hogy Ádám öregedése az képenként egyel-egyel újabb generációt hoz be, ez nálunk azt jelenti, hogy 11 Ádámunk van, akik maszkokba járnak, és ahogy megy előre a jelenet, adják át a szerepet a következő Ádámnak. És így tehát az is egyértelmű, hogy ők az Ádámok, és az is egyértelmű, hogy ez az Ádám, ez folyamatosan változik az előadás végéig. Aztán persze, hát nyilván Lucifer a kulcsfigura, ami hát annyiból is könnyű dolog volt, hogy Horváth Péter volt a dramaturg, és egy éves együttmunkálkodás után logikus volt, hogy föltegyem a kérdést, hogy játssza el ő Lucifer, aminek ő ellenállt, mert ő hát ne, most én macska körülben mondom, nem egy örömszínész, ami azt jelenti, hogy nem kapaszkodik minden fellépés iránt, de ezt elvállalta nagy örömömre, és megjelent az a Lucifer, ami egyszerre groteszk, egyszerre filozofikus, egyszerre kérdőjelezik meg, amit lát,
önmagát is, és folyamatosan fönntartja az érdeklődést. Ez egy kicsit Joker maszkot is használtunk, tehát hogy lássák, hogy itt egy másik dimenzió lép be a történetbe, de nagyon fontos az ő jelenléte, és az értelmezés szempontjából is. Éva meg hát fantasztikus szerepformálással végigviszi ezt az örök Évát. Nyirkó Krisztinával nagy szerencsénk volt, hogy ezt ilyen szépen játssza ezt a szerepet. És hát mindenki, aki föllép a színpadra, lehetőséget kap arra, hogy valami olyasmit mutasson meg, amit más darabokban még nem, vagy már nem. Na most akkor ez azt is jelenti ezek szerint, hogy szinte az egész társulat játszik. Hát hogyha 11 abszolút. Ádám van, akkor a többi. Abszolút, mindenki játszik benne, aki él és mozog. A külsősöket igyekeztem csökkenteni, hogy játszani tudjuk, tehát ne annak legyünk kiszolgáltatva, hogy egyeztetünk, hogy nem egyeztetünk, és azért nem sorolok föl mindenkit, mert mindenkinek van jelenetenként főszerepe, és ez a dolog nagyon fontos része az előadásnak, hogy az egész társulat mögötte van. Na most akkor sok mindent az ember, aki nem látta még, el tud képzelni, de azt, hogy milyen zenét szereztél hozzá, most nem mondom azt, hogy énekeld, vagy lalod, vagy dudorázd el, de tényleg, hogy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy nyilván olyan zenét, mert mindig azt mondod, hogy olyan színházat kell csinálni, amit a közönség szeret, megért és kíváncsi rá, hogy akkor Madácshoz, hát azért csak-csak forgott szerintem egy kicsit az adjat, hogy mi illik oda, és ez nagyon egyszerű, elnézést, hogy szabadba vágok. Nem vágsz, befejeztem. Azért, mert 73-ban még a 25. színház tagjaként egy ilyen Madács egyvelekhez írtam dalokat, zenéket, és hát azok nagyon bennem vannak, ez a Szabadon bűn és erény köz, vagy a Kisibolyát már akkor megszületett, és ez meghatározta, hogy ebből a világból építsem tovább a többi jelenetnek is a zenét. Tehát nem egy kvázi egy ilyen történelmi korfestő zenei dolgokat hallgatunk, hanem olyasmit, ami szerintem előre viszi az előadást, ami szolgálja azt, amit éppen meg akarunk valósítani. És mondtad, hogy teljes mértékben hű a dolog, és a darab Madách Imrihez, és akkor, hát most csak úgy hirtelen eszembe jut, és akkor így elhangzik úgy, mint annak idején sokfelé, vagy ahogy olvassuk, hogy csak dicséreti, nem bírálat, vagy mit tudom, hogy talán nem tetszik, mit alkoték? Nagyon vigyázok arra, hogy ami ilyen belénk égett szöveg, amit azt se tudjuk gyakran, hogy Madách csak úgy egy ilyen társaságba beidézzük, igen, mint közös tudást, hogy azok benne legyenek, hát hogyne, persze. De hát ezek nem mondanak ellent az én koncepció, hanem nagyon is segítik. És akkor feltesszük a kérdést, mit tessék rajta? Hogy bizony, néhány hát, anyag? Hát mit tessék? Ebben lehet válogatni. A néző előtt marad a kérdés, és hát nyilván arra vagyunk kíváncsi, hogy válaszol erre Madách. És, igen. És hát én tulajdonképpen még gyerek előadások után is olyan szomorúnak gondolom, amikor egy élvezetből, vagy a pillanatnyi hangulatból kilépő gyerek elé, oda tudom, és hogy tetszett? Jaj. És ott áll rémülten, és fogalmas, és felnőtteként ugyanígy vagyunk, pontosan, még frissek az élmények, kell egy kis idő adódjon, hogy leülepedjen, feltéve, ha nem utasítjuk el azonnal, amit látunk, igen, és akkor abból kiderül, akár hetek múlva is, mi az, ami bennünk van, mi az, ami még tovább forog bennünk. Hát ez a színháznak az egyik persze célja, hogy olyan témákat találjon, ami mindenkit megéri. Na de hát akkor sporthasonlattal élve ez ugyanaz, és erről jut eszembe, hogy amikor vége van a meccsnek, és még ki se ér az oldalvonalig a játékos, már oda rohan, még levegőt se kap, és akkor belülről te hogy érezted? Ez meg pontosan, ugyanaz a reménytelenség. De hát ez mindenki a küldetéséből adódik, a riporter azonnal akar információt, a szereplője a jelenetnek még a nyakig benne van a hatásban, és hát ez egy külön műfaj megfogalmazni, hogy, mert a megfogalmazások egyrészt szubjektívek, hogy éppen én hogy érzem magam, a másik meg, hogy valami fajta üzenetet hordoznak, hogy mit gondoljanak, igen, erről mások, hát ez nagyon nehéz abban a pillanatban jól megfogalmazni. Na most akkor milyen hosszú? Kétszer egy óra, ha én jól emlékszem, én folyamatosan nézem, nekem mindig olyan, hogy annyi, amennyi, de hát nyilván van közt egy szünet akkor is, egy tehát szünet, 3 órán belül van. Hát akkor az mindenféleképpen gimnazistáknak is nézhető. Na beszéljünk egy kicsit a színházról, és akkor hát mondjuk felteszem a kérdést, hogy esz nekem még a halotta a kepertortát. Hát minden megy tovább. Éppen ma délelőtt... Ez a fészek, kolibri fészek. Igen, délelőtt egy ilyen Zoom beszélgetésben az összes bábszínház elmondta, hogy ebben a vészhelyzetben ki mit tud javasolni. Én csak azt tudom mondani, hogy egyrészt az előjegyzések azt diktálják, hogy játszunk tovább. Másrészt a védekezések egyre konkrétabbak, hogy mikor kell maszk, mikor van oltás. Igen. És ezeket a nézőinktől ugyanúgy megkérjük, mint hogy megkérjük, bárhova viszik őket, igen, és erre ők felkészültek. És azok az előjegyzések, amik mondom ezer számra állnak sorba, hogy melyik előadásunkat, akkor minket köteleznek, hogy keressük az utat, hogy
ne álljunk le, hogy elvigyük, amit tudunk a nézőinknek. Na most félreértések elkerülése érdekében ez egy darab cím, amit mondtam. De tudom, tudod, de akkor azért hozzáteszem, ha már itt a fészekről van szó, hogy a bagoly, aki félt a sötétben, még mindig fél? Hát hogyne, a repertoár az egy kicsit lefékeződött, aztán az érdeklődéssel párhuzamosan és az egyeztetésekkel párhuzamosan most újraindítunk mindent, és hát mindig követjük azokat az előírásokat, amik éppen ránk is vonatkoznak. Mondok egy számot, kíváncsi vagyok, mi jut eszedbe róla, 500. Hát erre most Bors néni jut eszembe, bár itt nagyon meglettem róva, pont Molnár Piroska állt, hogy mi az, hogy 500, hát játszottunk 100-at itt, meg ott, meg amott, hát ezeket nem tudom összeadni, de ez biztos, hogy ez a Székhelyen, vagyis a Kolibri Színházban lejátszott előadások száma, ezt megünnepeltük, és jó volt a torta is, és öröm volt együtt lenni egy kicsit az előadás után Piroskával, és az legfrissebb stúdiósokkal, akik megörökölték ezt a szériát. Én interjút csináltam a könyvéről, ami nemrégiben megjelent, de akkor... Bocsánat, csak ha már neveket mondtam, ott volt természetesen Titilla és Lackó is, és nem csak a maiak, tehát Ruszina Szabolcs, hanem ott voltak a régiek, tehát ott volt Tiszabe, ott volt Gazdag Laci, és hát ott volt Megyes Melinda, aki régi is, új is, tehát az egész stáb együtt ünnepelt. Bocsánat. Egyébként olyan jók a címválasztások, és azért is hozom szóba egyrészt a repertoár miatt, mert ilyen, hogy Macska voltam Londonban, meg tényleg oda kell figyelni. Macska voltam Londonban, az nagyon nagy szériát írt meg, de nagyon szerencsénk is volt vele, ez egy nagyon jó megírt regényből lett adaptálva Horváth Péter által, és ez a sok minden, ami történik benne, az a nagyon sok nézőpont, ami a macska, az emberi nézőpont együttfutatása, és ez a különös londoni világ és a tengeri út, ez varázslatos, és a közönség számára ma is nagyon kedvelt, és mi is nagyon szeretjük. Akkor most még egy dolog, hogy és azért is soroltam én ezt, nem csak azért, hogy mindenki tudja a repertoárt, vagy tisztában legyen a dolgokat. Nem állt az sem. De a sokszínűség, szóval ezt mindig elmondom, mert hogyha már voltunk két helyen a pincében, még nem, de ha lemegyünk a pincébe, azért, hát most majdnem azt mondtam, hogy riasztó, de nem riasztó, ez bűvjeség. Bűn és bűnhődés. Halló, náci! Hát ezek milyen darabok? Hát ezek azok a darabok, amik már az ifjúság értelméhez és az ifjúság világ megismeréséhez járulnak hozzá. Vidovszky György az például képviseli színházunkat egy olyan együttműködésben, ami pont ennek a korosztálynak készít új darabokat, és új darabokat is terveznek, amiben ugyanúgy belefér a semmi adaptációja, mint az a dolog, amit épp a napokban mutattunk be. Tehát ez egy másik korosztályt képvisel, és ami a Kolibri Színház sokszínűségét most már utóbbi időben vagy években jelenti, az a korcsoportos repertoár választás. Tehát csecsemőknek más játszunk, mint tipegőknek. De szó szerint csecsemőknek ezt. Az a fél évestől három éves korig, és nagyon sikeres együttműködés, számtalan nemzetközi bemutatkozásra, japán turnéra és európai turnéra is alkalmat adott, mert pont ez a repertoár, ami kevéssé verbális, és aztán könnyebben elvihető, és hát ugyanúgy hatott. Nagyon vicces volt, hogy Japánban egy apuka 50 kilométert utazott, hogy ezt megnézze, és azt mondta, hát egyszerűen kíváncsi voltam, hogy érthető-e. És ezt Magyarországon ugyanúgy értik. Meg kellett nyugtatnom, hogy igen. De hogy azt mondom, hogy ugyanazokat a dolgokat megküzdi mindenki magával a színházzal, de a természetesen a meseszínházban is a tartalmak változnak. Tehát az a repertoár, amit mi fölépítettünk, ez nem egy réginek az újra álmodása, hanem a mai korhoz igazott nagyon-nagyon jó irodalmi anyagok, és hát az ifjúsági színház az megint egy másik típus, megint egy másik színházi forma, és ehhez is nagyszerű művészek vannak, akik ebben segítenek, Gyevi Bíró, Vidovszky Gyuri, tehát ez is egy olyan szegmense a színháznak, ami önálló arculatot ad. Hát akkor a rendkedvéért csak annyit, hogy jövőre 20 éves a Kolibri Színház. Telik a múlik az idő, szinte átláthatatlanok ezek az évszámok. Most ez az 500. Bors néni, ez jó dátum volt. Aztán már ugye most is ünnepeltünk volna, de ez elhalasztódott, hát, és ez a jövő évadra marad, de meg fogjuk ünnepelni, és köszönöm, hogy ezt fejben tartod. És még egy János Vitéz, mondtad, ember tragédiája, hát akkor muszáj feltenni a kérdést, hogy forog-e az agykerék egy következő, így mondom, klasszikusnak esetleg a feldolgozásán vagy bemutatásán? Gondoltam, hogy valami ilyesmi kérdés is felmerül. Az az igazság, hogy természetesen ott van egy lista, hogy miket szeretnénk bemutatni, de ez csak akkor kerül sorra, amikor a szervező erre engedélyt ad, mert azt, hogy lemondjunk teltházakat azért, mert elkezdünk próbálni, és főpróba időszakot tartsunk, hát ebben nagyon korlátozott vagyok, mert nagyon szeretnénk mindent eljutatni a nézőinkhez. Tehát a sorba rakott tervek és a repertoárnak a működtetése keresi az időben a jó megoldásokat.
Hát akkor én csak azt tudom mondani, és ezzel nem hiszem, hogy újat mondok, hogy további sok sikert, dolgozzatok sokat, és mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Köszönjük a biztatást! Nagyon szépen köszönöm, művésznő, hogy eljöttél. És azt hiszem, hogy ha ez a beszélgetés nem most, hanem egy hete, két hete, három hete, egy éve, öt éve, tíz éve zajlana le, akkor is mindig meg lenne az újdonság. Egyrészt azért, mert olyan sok felé és olyan sokféle műfajban dolgoztál és dolgozol, hogy hát akármikor le tudunk ülni beszélgetni, de hát most aztán itt vannak a mindenféleképpen a bemutatók, és ezúttal a Veresegy Színház képviseletében beszélgetünk, igaz? Igen. Mióta vagy a Veresegy Színháznál, mióta játszolott? Ez az első szerepem, úgyhogy most kezdtem el ott játszani. Remélem, hogy lesz ennek még folytatása, de amit most játszom, azt nagyon-nagyon szeretem. Hát akkor mielőtt még Miss Daisy-ről beszélgetnénk, azért annyit mindenféleképpen mondjunk el a drága jó nézők kedvéért is, hogy hát azon kívül, hogy van egy Jászai Mari díjad, amihez ennyi év után is lehet gratulálni, de az, hogy egy Óze díj is van, az már csak néhány évvel ezelőtt volt, az mindenféleképpen azért is említésre méltó, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez a díj, mert nem mindenki ismeri a Pergüntöt, meg Ibsent, de hát akkor ugye Óze anyó, hát már mint az édesanyja, de ennek a díjnak mi a története? Ezt a díjat Gobbi Hilda alapította, és tulajdonképpen a pillanat, hogy is van ez szó szerint, nem fogom tudni idézni, de a lényege, hogy az epizód szerepeket játszó színészek díja, akik sűrítve egy szerepben tehát bele kell sűríteni egy sorsot egy szerepbe, és a pillanat művészei tulajdonképpen. Tehát nem a főszereplőknek járó díj, hanem akik csak egy kis ideig vannak színpadon, de ott olyan különlegeset produkálnak. Akkor azt hiszem, hogy is szokták mondani, hogy egy kerékre járt az agyunk, mert én meg direkt megnéztem, és azt mondja, hogy sajátossága a színészi munkának, hogy a főszereplő több felvonáson keresztül vonja magára a figyelmet. Így van. És hogy az epizódistának csak néhány perce pillanata van tömörít, mint az író, amikor epigrammát alkot. Hát szóval tulajdonképpen akkor ez, és azért is hoztam ezt szóba, mert te aztán tényleg eljátszottál mindent már, amit csak lehet, meg fogsz is. Tényleg? De tényleg. Majd még szólunk még erről is. De tényleg van például olyan, hát láttam olyan előadásokat, amikor például egy színművész, most teljesen mindegy, hogy hölgyről vagy úrról van szó, ott van a színpadon percekig, vagy akár még hosszabb ideig is, és meg se szólal. Csak ilyen értelemben jelen van, és mégis nagyon epizódista, és nagyon-nagyon megtapsolják. Szóval ezt a fajta néma jelenlétet hogy lehet elérni? Hát igen, ez elég nehéz. Igen, ahogy mondod, a jelenlét szerep, amikor vagy kevés a szöveg, vagy van olyan darab, ahol meg se szólal a szereplő. Hát elég. Igen, hát az akkor valami belső monológnak kell ott menni az emberben, arról, hogy ő kicsoda, vagy hogy, tehát, hogy mintha beszélne, csak nem beszél, hanem belül van egy folyamat. Ez az alkotói folyamat. Igen. Hát azért, hogy is mondjam, csak erre tudatosan is készülni kell ezek szerint, nem máshogy nem mehet. Hát igen, de hát ez egy szakma. Hát ezért mondom, az egy szakma. Hát igen. Na szóval Veresegy Színház és Miss Daisy sofőrje. Én azt hiszem, hát októberi bemutató, előadások, de majd még lesznek is előadások. Akkor poént nem kérek, de azért hozzuk közelebb egy kicsit a nézőköz, hogy ki Miss Daisy, és ki a sofőrje, és egyáltalán, hogy mi is ez a darab, mert én azt olvastam róla, hogy itt már ennek volt filmváltozata, nem is egy, és ha jól emlékszem, akkor már Golden Globe díjra is jelölték, meg Oscar díjra is. Meg Oscar díjat is kapott Jessica Tandy, aki játszotta Miss Daisy-t. És Morgan Freeman játszotta Hawke-ot, a sofőrt. Igen, hát akkor szóval, hogy is szól ez a darab, kedves Miss Daisy? Hát ez két alulról jött ember sorsa. Tehát mind a kettőnek a Miss Daisy, aki szegény sorból
küzdötte föl magát, igen. És a néger sofőr, aki szintén szegény sorból származik. Ez a két emberben az azonos. Viszont Miss Daisy, aki nem szereti, hogy ő gazdag, mert ő nem gazdag állítólag, már ő szerinte, viszont képtelen már vezetni, és a fia fölfogad egy sofőrt mellé. Aha. És ezt Miss Daisy rendkívül módon ellenzi. Hallani se akar erről, de hát nem tehet mást, muszáj alkalmazni. Muszáj alkalmazni a sofőrt. És a kettőjük kapcsolatáról szól ez a film, hogy hogy lesz ebből az ellenszemből végül is több éven keresztül egy barátság. Ez a darab, a Miss Daisy 67 éves, amikor kezdődik a darab, és 92 évesen fejeződik be. Úgyhogy hosszú évtizedek telnek el, amíg a két ember összebarátkozik egymással. Sokszor kell átöltözni, vagy nem? Sokszor. Gondoltam itt az évek miatt. Na most én annyit olvastam azért a darabról, sajnos még nem láttam, hogy hitvallás a kíváncsiság és a méltányosság mellett. Ezt így nagyon okosan megfogalmazták, de ahogy te elmondod, úgy sokkal érthetőbb a dolog. Hát igen, mert azért itt ugye faji kérdések is vannak. Igen. A darabon belül. Ebből a szempontból aktuális most is. Igen, úgyhogy mindenféleképpen aktuális a darab. Hát nagyon jó, hogy elővették. Akkor még a játszó személyekről is beszéljünk egy kicsit, a szereposztásról. A rendező Dicső Dániel, aki nemrégiben vendégünk volt éppen ebben a műsorban, és kik vannak még a partnerek? Kálid Artúr és Pál Tamás. Ő játssza a fiamat. Igen. Artúr pedig értelemszerűen. A sofőr. Még annyit, hogy egyben van, külön van, felvonás van. Egyben van, igen. Ez körülbelül másfél óra, egy óra 40 perc talán. Az akkor nagyon jó. Igen. És azt mindig elmondom, amikor szóba kerülnek, utálom ezt a szót, hogy vidéki színház, meg Veresegyház nem is annyira vidék, mert nagyon közel van. És legalábbis úgy tudom az ottaniaktól, hogy nagyon sokan mennek. Nem csak Budapestről most már, hát könnyen megközelíthető. És tényleg most említetted az elején, hogy ez az első szerepod, de hát nyilvánvalóan már összebarátkoztál ilyen értelemben a többiekkel is. Szóval nagyon sikeres darabokat játszanak, úgyhogy azt hiszem, hogy igen, abszolút egy feljövőben lévő színház, nagyon jó műsorpolitikával, remek színészekkel, úgyhogy... És ez most nem kincstári udvariasság, hanem tényleg nem, meg kell nézni a darabokat. Például, ahol én lakom, onnantól 20 perc autópálya, úgyhogy tényleg nem egy távolság, Budapestről 20 kilométer. Na most a másik, hogy muszáj megkérdeznem, hogy azért ebben a járvány időszakban, a pandémia időszakában, ami most már elég régen tart, és nem tudjuk már hogyan és meddig, de ezek a hónapok, ezek hogy teltek az életedben? Sikerült-e valamit azért, úgy értem, dolgozni, vagy egyáltalán csak otthon? Hogy teltek az időszakok? Hát a pandémia első fázisában, amikor lezárás volt, és sehova nem lehetett menni, akkor két dobozni fényképet a szakmai életemből, meg a magánéletemből sikerült rendszerezni és rendbe rakni, ami nagyon jól esett, mert legalább ilyen át tudtam tekinteni az elmúlt éveket, vagy évtizedeket. Egyébként meg rengeteget pihentem, sokat sétáltam, rám fért, igen, és nagyon jól is esett. És később már el tudtam kezdeni dolgozni, kicsit szinkronizálni, és aztán már ugye próbálni, de tulajdonképpen ez a kényszerpihenőt, én ezt elég jól éltem meg, jól esett. Hát akkor szerencse, de hát én azért is kérdeztem ezt is, a kényszerpihenő, mert tényleg oly sok helyen játszottál, most a helyeken a színházakat értem, mert ugye elindult a Vígszínház, és aztán jó néhány színház volt még az életedben. Hát most hirtelenjében melyiket mondjuk? Szolnok? Mondhatjuk Tatabányát. Tatabányát. Ahol tulajdonképpen Tatabányán vagyok tag. Na igen. És ott de hát játszom. Most már mindenki mindenhol játszik, szóval igen. Az a fajta dolog, hogy igen, a és ez nagyon jó. Ott. És persze. Ez nagyon jó. Na de én ezt most azért kérdeztem, mert tényleg ez a jó néhány színház, és mint mindenkinek az életében tudom jól, hogy a te életedben is voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, hogy nem tetszett valami, akkor ott hagytad a színházat, és fejest ugrottál a bizonytalamba, de
De végül is most mondhatjuk azt, hogy ez volt az első szerep, hogy ez egy ilyen megnyugvásos időszak most nálad? Én nem is. Vagy soha nem nyugszol meg? Hát egyrészt soha nem nyugszom meg. Ez alkati kérdés. Igen. Azon kívül, ez egy csodálatos időszak most az életemben, mert már is elkezdjük újra próbálni a Hárban a padon című színdarabot, amit Benedek Miklóssal és Gábeli Jánossal Igen. fogok játszani. Úgyhogy én nekem most egy nagyszerű hát, széria van. Hál' Istennek. Na, hál' Istennek. Mint ahogy nagyszerű széria volt. Na most azon gondolkoztam, hogy hirtelenjében, és ez a műfaji sokszínűségre utal, hogy szólíthatnálak Irinának is, vagy Mariannak, vagy éppen Dunyának. Most attól függ, hogy kit veszünk elő, nem tudom, Csehovot, vagy nem tudom, Bűn és bűnhődés, de hát Melinda is lehetnél most, hogyha már itt a bánkbáról beszélünk. Voltam is, kétszer. Hát ezért mondom, de hát... Meg macska játék, az is megvan, és akkor talán a dal is megvan, hogy Kalausz Jutkánál válts egyet. Igen, de voltam én Szilvia is a Csárdás királynőben. Sőt, Roxy Hart is voltam a Chicagóban. Na most én ezt régen. Azért mondom, hogy tényleg ennyiféle, ez valahogy nagyon-nagyon belefér, és tényleg egy fantasztikus művészi élet van itt. Nem mondom azt, hogy mögötted, mert most is abban élsz, hála Istennek, és ez nagyon igen. jó. Most nem beszélve, nem beszélve most a egyebekről, meg felvétel, meg említetted a szinkront is, meg mindent, de azért most ugye a hatos csatornából ülünk, mint televízió, de én úgy emlékszem, hogy valamikor talán a 90-es évek végén volt egy olyan tévéfilm, hogy a hetes csatorna. Tényleg? Tényleg. Na várjál, mert az én memóriám azért nem százas. Hetes csatorna, úgyhogy tévéfilm volt, és azért jutott eszembe, mert egyrészt emlékeztem rá, másrészt meg hát vannak neked azért ott filmes dolgaid is nagyon sokan, és ez a fajta sokszínűség, ez mindenféleképpen elgondolkoztatja a művészt, hogy melyiket szereti jobban. Na most én ezt a kérdést utálom, mert ez a melyik ujjamat hallja meg, és mindig a nem is tudok rá válaszolni. Nem, azért mondom, hogy és mindig a megfelelőre kell koncentrálni. Igen. És ezért is örülök, hogy említetted, hogy most jön ez a következő a Hárman a padon, de ezen kívül a megnyugvás és a kényszerpihenő után, mert ezért hangsúlyoztam az előbb, hogy mindig mindent csináltál sokfélét, akkor azt a Veresegyház mellett azért van-e, lesz-e szinkron, vagy valamiféle tervek, mert egyszer csak vége szakad ennek a pandémiának. Hát, vagy nem lehet még ennyire előre gondolkozni? Én nem tudok ennyire előre gondolkozni, mert ugyanis nem rajtam múlik. Hát, tehát ez az, következő bemutatom az a Hárman a padon Igen. lesz. Nem tudom a többit még. És ilyenkor Tatabányára hogy gondolsz? Vagy ők hogy gondolnak rád? Hát most ebben a szezonban nekem ott nincs dolgom, mert nekem ez a két nagy feladatom van most, a Igen. Miss Daisy és a Hárman a padon. Nagyon szeretem azt a társulatot, nagyon szeretem. Alapító tag vagyok abban a színházban, és együtt kezdtük el 5 évvel ezelőtt, de lehet, hogy most már 6 is. És egy csodálatosan erős és jó társulat kovácsolódott ott össze. Ezért is kérdeztem én, vagy mondtam az előbb a sok-sok színházat, és most szándékosan nem is tudnék egyből mondani, hogy hány helyen játszottál és játszol, de visszaugrom ahhoz a gondolathoz, hogy amikor nem tetszett valami, akkor igenis megmondtad, vagy hogyha nem akartál tovább dolgozni, és tényleg az ország minden pontján szinte előfordultál, ez most azt jelenti, hogy is fogalmazzak finoman, és ne sértődj meg. Hogy vándormadár típus vagy, vagy pedig egyszerűen nem tűröd el azt, vagy nem tűrted el azt, hogy máshogy viszonyuljanak hozzád, mint ahogy te gondoltad. Az utóbbi. És nem vagyok vándormadár típus. Nagyon szeretek leülni, és szeretek otthon lenni, és szeretek társulatban játszani, és... De nem tudok letanyolni, ezt inkább így mondanám. Jó, azért mondom én is, mert vegyük úgy, hogy idézőjelben mondtam. És akkor tényleg csak egy záró kérdés, hogy nyilvánvalóan figyelemmel kíséred a mostani színházi életet is, és hát meglehetősen megváltozott.
ahhoz képest, ami volt 10-20-30 éve. De szerinted, mert a színház örök, és meg is maradt, szóval itt igen, az ókortól kezdve. Igen. De jó irányba megyünk most, hogy ennyiféle társulat, és ennyiféle előadás, és ennyiféle, hogy mondja, művészi megvalósítás van, mert valahol nem tudom, én azt legalábbis utálom, hogyha Shakespeare-t smokingban megaktatásával játszanak, de ez a fajta kísérletező színház, ez most segít, vagy jobb? Szerintem igen. Szerintem jó irányba megyünk, és minél nyitottabbak vagyunk, és minél sokfélébbek, és minél szabadabbak, ez annál jobb. Egy táncos hasonlatot hozok, itt van például a balett, igen, ami ugye klasszikus, és hattyúk tava, és fehérben, és így, igen, és akkor megvan a kortárs balett, ahol már abszolút nem úgy néz ki, mint annak idején, viszont valahogy talán közelebb van egy kicsit a nézőköz, de ugyanakkor a klasszikus hagyományokon nevelkedtek, mint ahogy ti is. Hát igen, de mindennek meg kell adni a helyét, és mindenki azt nézze, amihez kedve van, és ami neki tetszik. Igen. Ebből a szempontból is jó, hogy ilyen sokféleség. Igen. Jó. Akkor művésznő, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy jöttél, és miután megvolt már a bemutató, most már mondhatom azt, hogy sok sikert. Köszönöm és szépen. Egyetlen egy még, hogy a Veresek Színház után tudod-e már a következő egyet-kettőt, hogy hol lesz még látható? Az előadás? Igen, amit nézik. November 7-én a Csiliben, Pesterzsébeten, és aztán november 24-én a Belvárosi Színházban. Orlai produkció. Nem. Nem? Nem. Azt hittem, mert ez a Tibor mindenhol ott van. Igen, de más is játszik a Belvárosi Színházban, például Veresegyháza. Na ez az, ezt direkt kikényszerítettem, és megmondom őszintén, hogy álságos voltam. Kérem. Nagyon szépen állok köszönöm elébe még egyszer. Nagyon szívesen. A napokban országszerte megemlékezések voltak, a 65 évvel ezelőtt kitört forradalom és szabadságharc, a kommunista önkényuralom letörésében résztvevő hősök és hétköznapi emberek tiszteletére. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Bíbó István. A 16. kerület gyönyörű ligete, benne a Korvin művelődési házzal, a szerkesztőség egésze számára kedves, hiszen felejthetetlen pillanatokat töltöttünk ott egy-egy forgatáson, rendezvényen, főszerkesztőnk a Mátyásföldi születésű Paor Lilla jóvoltából. Lillának ma is ez a lakhelye, mi több, az otthona. A kerület elismert és közkedvelt családja három generáció óta őrzi a kertvárosi hagyományokat, megteremtve ezzel a kapcsolatot múlt, jelen és jövő között. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapi alkalmából Budapest főváros 16. kerületének képviselőtestülete, a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége és példamutató életművének elismerésére a Budapest főváros 16. kerület díszpolgára címet adományozta Paor Lilla részére. Köszönöm mindenkinek a megtiszteltetést, mert azt gondolom, hogy egy ilyen díszpolgári cím az a legnagyobb elismerés, mert az ember a saját környezetében azt gondolom a legnagyobb dolog, hogy ha megkaphatja ezt. Köszönöm, hogy itt élhetek. Örülök, hogy itt születtem, hogy itt nevelkedtem. És köszönöm azt a hátteret, amit a családom biztosít ahhoz, hogy én ki tudjak teljesedni, hogy úgy mondjam. Egy fantasztikus utat és példamutatást kaptam édesanyámtól, megpróbálom ezt továbbadni, de mindez nem sikerülne, ha nem lenne olyan családom, mint amilyen van. És remélem, hogy sok-sok örömet fogok tudni okozni a kerület minden lakójának. Együttesen azon törekszünk, hogy egy jobb világot, egy szép világot élhessünk nyugalomban, békességben. Köszönöm szépen!
Lilla évtizedek óta aktív részese a kerület életének. A Corvini Domini Egyesület tagjaként, jelenleg pedig titkáraként, számos nagy sikerű rendezvény szervezője, háziasszonya, szíve volt. Így a több évtizedes múltra visszatekintő kulturális értékeket felvonultató Sztár Varázsgáláé, az adventi időszakban megrendezett jótékonysági rendezvényé, a Mindenki Karácsonyáé, vagy a Van 16 érvünk környezetvédelmi vetélkedőé. Emellett könyvbemutatót, ingyenes színházi előadásokat is vitt a kerületi lakosok elé. Az Erzsébetligeti Színházban mutatták be a Rejtett üzenetek című darabot, és jövőre itt lesz bemutatva legújabb, producerként is jegyzett darabja, a Kossuth 3 is. Paul Lila a közjóért és kultúráért tett erőfeszítései elismeréseként 2018-ban Corvini Domini díjban. 2011-ben a Magyar Köztársaság aranyérdem keresztje kitüntetésben, 2013-ban Budapest főváros 16. kerületéért érdemrendben részesült. 2019-ben lett a Magyar Kultúra lovagja, majd pedig 2019-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovag keresztjét is. Saját bevallása szerint életútjának megkoronázása a díszpolgári cím, hiszen lokálpatriótaként számára az otthona, az őt körülvevő emberek elismerését, szeretetét tükrözi. Azt szokták mondani, hogy nem ér semmit egy díj, egy dicsőség akkor, hogyha nincsenek ott a szeretteink. Hát én mellettem most majdnem 100%-ig itt volt mindenki. Itt van a fiam, a férjem, a testvérem, a barátaim. Nincs itt az édesanyám, de otthon drukkol, akitől azért nagyon nagy örökséget kaptam, hiszen egy példát mutatott ahhoz, hogy is kell tenni a közért. Más-más utat választottunk, de a végeredmény ugyanaz. Egy szebb környezetet teremteni, egy boldog életet teremteni, mosolyt csalni az emberek szemébe, egy kis nyugalmat árasztani, ez az én küldetésem. Ezek szerint a hagyományok is fontosak? Nagyon-nagyon fontosak a hagyományok, hiszen az ember a gyökereiből táplálkozik. Igazi lokálpatrióta családból származom, már anyukám is itt nevelkedett 5 éves korától, én pedig itt születtem. Lehet azt mondani, ahogy Radnóti mondta, hogy a lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom, hát én ismerem ezt a kerületet A-tól Z-ig, itt nőttem föl, itt jártam iskolába, itt tanítottam, itt kezdtem el tanítani, itt léptem föl az Erzsébetligetben számtalanszor, sőt, amikor az oroszok kimentek, és bejöhettünk először ide az Erzsébetligetbe, akkor bejöttem ebbe a színházterembe, azt mondtam, hogy itt szeretnék majd énekelni egyszer, hát számos alkalommal volt rá lehetőségem, és azt gondolom, hogy ahogy én a gyökereket megkaptam, és a hagyományokat megkaptam, úgy próbálom tovább vinni, és tovább adni majd ezeket a hagyományokat. Remélem, hogy a családom leszármazott tagjai is lokálpatrióták lesznek, és hogy az unokám ugyanúgy fogja szeretni ezt a lakókörnyezetet, ezt a környezetet, és ugyanúgy szeretne majd tenni értem, mint ahogy én és a fiam, anyukám tettük. Hogy fogalmazna meg egy jó mondatot Mátyásföldről és a 16. kerületről? Ma kimentem a kertbe, és egyszerűen az ősznek a színei ragyogtak körbe. Nem tudom elmondani, milyen boldogság fogott el, hogy én egy ilyen környezetben élhetek. Én nekem a 16. kerület, vagy Mátyásföld a minden. És én azt szeretném, hogyha minden ember Magyarországon, a saját környezetében úgy érezné, és olyan boldognak érezné magát, mint ahogy én itt Mátyásföldön. Mit jelent a díszpolgári cím? Van már sok másik is mellette. Hát az díszpolgári cím az nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy olyan cím, amikor az embernek a kerülete, vagy a lakóhelye büszke rá valamiért. És ez egy megfoghatatlanul szép dolog. Az összes többi elismerés nagyon jó, mert valakinek eszébe jutott, de az, hogy a lakó környezetében büszkék az emberre, és ezt egy díszpolgári címmel jutalmazzák, ez számomra fantasztikus érzés. Talán eljön a pillanat, amikor elmondhatod, hogy az egészet akartad. Márai Sándor. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Nagy Körút, a Kulturális Magazin. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra. Minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében készült.